Alig több mint egy hónappal ezelőtt értékelte a Vármegyei Rendőrfőkapitányság az elmúlt tanévben szolgálatot teljesítő iskolaőrök munkáját. Tavaly szeptembertől összesen 35 iskolában voltak jelen a rendőrség állományába tartozó munkavállalók, ez a szám azonban a hamarosan induló új tanévben majdhogy nem megduplázódik. Újabb 33 iskola csatlakozott a programhoz, a Vármegyei Rendőrség ezért ismét toborzásba kezdett annak érdekében, hogy minél előbb megtalálják a megfelelő személyeket az új álláshelyekre. Az azt jelenti, hogy nekünk 33 iskolát kell felvennünk a szeptember iskola kezdésre, vagy legalábbis jelentős részét államembe kell állítani. Ugye gyakorlatilag augusztus 16-tól már államaimba kerülnek a kiválasztott és az alkalmasság vizsgáton átesett iskolőrök, megkezdjük a tanulmányaikat Miskolcon, egy 3 hetes képzésen vesznek részt, majd ezt követően felszerelnek, egyenruhával, kényszerítő eszközökkel el lesznek látva, és hát remélhetőleg a tanévkezdéskor már megkezdik a szolgálatokat. Az előző tanévben összesen mindössze 6 iskolaőri intézkedésre volt szükség a Vármegyében, tette hozzá Kovács Attila. Ez a szám főleg a szolgálat 2020-as bevezetése előtti időszak tükrében kedvező. Korábban ugyanis jóval több garázdaság vagy más bűncselekmény történt a programban résztvevő intézményekben. Az őrök feladata az, hogy jelenlétükkel megelőzzék vagy megakadályozzák az iskolai agressziót és a bűnesetek elkövetését. Prevenciós munkát végeznek az iskolaőrök, bár formaruhában, tehát egyenruhában teljesítenek szolgálati kényszerítő eszközökkel, fegyver nélkül, ezt kihangsúlyozom, de gyakorlatilag egy híd szerepét töltik be az intézményekben a pedagógusok, az intézmény vezetése, a diákok és a szülők között. Tapasztalataink szerint nagyon jól beérezkedtek az iskolaőrök az intézményekbe, nagyon kedvelik őket, nem csak a tanárok, a gyerekek és a diákok is, bátran fordulnak hozzá különböző tanácsokkal, segítő jelleggel. Nyilván nekik észre kell venni, hogyha bármiféle konfliktus van, vagy mondjuk esetleg érzékelni kell azt, hogyha valamelyik diákot valamilyen atrocitás ér, és az nem feltétlenül fizikai, hanem mondjuk kiközösítik, hogy másképp bánnak vele. Hát egy ilyen tyúkanyó szerep is hárul rájuk, tehát nagyon fontos a kommunikáció, nagyon fontos, hogy figyeljenek a tevékenység során, együtt éljenek az iskolával, de semmiképp nem egy ilyen karhatalmi szerepet töltenek be, egy ilyen elrettentő szereppel, bár nyilvánvalóan egyenruhában vannak, és annak van egyfajta visszatartó ereje, de mégis egy ilyen kommunikációs, közvetítő szerepkör az övék. Az iskolaőrök bérezése 2020 óta folyamatosan emelkedett. Az állomány tagjai jelenleg 296 ezer forintos illetményt, valamint kafetéria juttatást kapnak. Az iskolaőri szolgálat részleteiről és az újonnan csatlakozó 33 oktatási intézményről a Vármegyei Rendőrfőkapitányság humán igazgatósági szolgálatánál tájékozódhatnak az érdeklődők.